Na sziasztok és üdvözlök titeket egy újabb újjáépítés videóval jelentkezem még hozzá Juventus csapatát fogjuk újjáépíteni az öreg hölgyeket, a zebrákat fogjuk újjáépíteni, nyertek ők bajnokok ligát 85-ben utoljára szeretnénk ezt most megduplázni, tehát még egyszer megnyerni velük a bajnokok ligáját és ugye a Coppa Itáliát is szeretnénk megnyerni, na meg ugye magát az olasz bajnokságot, a szériát is behúzni velük, reméljük ez sikerül, ugye ebbe a szezonban ők nem szerepeltek sehol, mert pontlevonás miatt, stb. stb. lemaradtak, de így azt hiszem, hogy másodikak vagy harmadikak lettek most a tabellán, tehát fognak indulni kupa sorozatokban, szóval innen fogunk menni, a zebrákkal meglátjuk mire jutunk, kívánjátok sok sikert, és kommentben már írhatjátok is a következő újjáépíteni kívánandó csapatot, várom szeretettel az ötleteiteket, na nézzük és mit tudunk kocsvasztani, kiket fogunk igazolni az első szezonban, mert 170 milliónk az van rá. Első nyár érkezünk, más mint Alexander Arnold, a bal oldalra fog érkezni, hiszen, vagyis jobb oldalra, bocsánat, oda kellett valaki, és őt gondoltam elég minőségűnek ahhoz, hogy azt a szerepet ott be fogja tölteni. Egy left back még muszáj érkezzen, mert abból is nagyon kakául állunk és meglátjuk, be se védnénk, azban egy diálaó lesz, hogy nagyon fiatal fog fejlődni, de egészen pici az értékelése. Lehet az is valahogy belekén férjen még egy, de először inkább a szélek megerősítése a prioritás. illetve a következő igazolás? Micsoda rémek, Istenem! A másik oldalra pedig az szintén olasz öm, udogi fog érkezni, az karrier karriermódunkban láthattátok játszani a spurs 53,5 millió eurót fizettünk érte, megfizettük az árát, de szerintem egy teljesen jó minőségű 20 éves játékos, 81-es, tökéletesen be fog abba a csapatba, lehet még egy cb-t beszorítunk, lehet, hogy nem, milliket valahogy adni. Na gyerekek, egy bomba igazolás, egy olasz belső édeű, ki lehet vajon a Bastoni személyében fog érkezni a játékos hozzánk, az Intertől igaz, nem tudtuk pénzért megvenni, nem volt rá elég, nem szettem volna belevonni senkit, hiszen há három belső védőnk volt, most gyakorlatilag így sértünk egyet. Igazából, tehát nézzük is meg pontosabban, Gatti plusz 85 millió eurót adtunk érte, sok egy picit, de Bastoni 24 éves brutális lesz Bremer mellé, kelleni fog, tehát csak a védelmen erősítettünk ebbe a szezonban, nézzük az átigazolási szezonnak a végét, gyakorlatilag már az van, de akkor összesítve, hogy mit vettünk és mit adtunk el. Nézzük a top ajánlatokat, vagy a top átigazolásokat, ebben a Real Madrid van az élen, eladta valverde a PSG-nek 168,2 millió euróért, majd Bastoni volt a második, aki jött hozzánk a Juventushoz, 85 millió plusz Gatti játékjoga, és Bareját is eladták, jó lett volna megvenni a Bareját, most a Liverpoolba fog játszani 105 millió euróért, United-tól pedig Realhoz ment, majdnem 100 millióért Fernandes, Gavi az Inter, az Inter adott is el, de erősített is azért, nem biztos, hogy nem jobb lesz a Gavi, mint majd hosszú távon, mint a Bareja, Kimiha a Unitedhoz, történtek itt a mozgások, igazából rá volt a PSG-től, egy Nuno mendes voltak itt eladások, átadások és stb. stb. Ugye, itt van Udogi is, de nézzük meg. Alexandro elment a Lációhoz 7 millióért, Danilo a Dortmundhoz 23 millióért, Rugani elment 8,5-ért a Burnmounthoz, valaki azért Rugani-t lehet meg kellett volna hagyni, most már hát mindegy. Miretti kölcsönbe a Rómához, Illing Junior kölcsönbe a Lációhoz, eladások itten, ezeket ki nem mondom, Udogi 53,5 millióért jött a spurs től és Alexander Arnold pedig 97,5 millióért jött a Liverpooltól, Yildiz elment a Mainzhoz 2,2-ért, Millik a választotta 37,5 millióért, és még jött utolsó pillanatokban Bastoni 85 plusz Gatti játék joga, tehát bevásároltunk, Bastoni egy nagyon jó balábas védő, és Bremerrel szerintem jól fognak működni, tehát a Juventus védelmét felbikáztuk szerintem, kapott minden pozíció egy frissítést, és megmutatom nektek, hogy milyen felállást én ebbe állok fel. Ez az új felállásunk. Ugye így fog kinézni, Kiéz átkerült a jobb oldalra, Kostics ebbe a szezonban még marad, mert nincs már pénzünk. És eléggé, eléggé jók vagyunk hátul szerintem, középül lehetne még mit fejlődni, de azért vannak itt fiataljaink nem rossz a team, én, én várok egy top 4-et az ettől a csapattól, főleg így a felturbozott hátsó alakzat miatt. Szóval jöjjön a tél, nézzük, hogy meddig jutottunk el. Na itt is vagyunk télen, nézzük meg, hogy hogy állunk a bajnokságban, csak hetedik helyen. Jó, 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 jó. Le vagyunk maradva azért rendesen, rendesen le vagyunk maradva, 7 ponttal a bajnokok ligája érő helyeken, és a Nápo és az Inter följ -föl mellett ö, vezetik al széria át, kupa sorozatokba látszik, olyan, benn vagyunk még a Kopa Itália negyed döntőjében a nyári kupa az nem nagyon sikerült, City lett a Superkupa győztes, itt ugye mi nem vagyunk érdekeltek egyik kupa sorozatban sem, sajnos tehát itt most nem kell nézni és így ennyi is igazából öm, hát jó lenne legalább behúzni vagy Európa Ligába induljunk, vagy valahol öm, ezzel a tímmel azért én elvárnám, ugye Bastoni fejlődött, szép Locatelli is nagyon jó áll, ott egészen jó, Vlaovic is nagyon jó, Kostis is tudott felőni meglátjuk, hát ha meghúzzuk a második, a szezon második felét, ma azért most jönnek a bajnokok ligája meccsek nagyobb csapatoknak, hát ott pontokat hullajtanak majd. Szóval jöhet a szezon vége. Na itt is vagyunk a szezon végén, nézzünk rá a tabellára, feljöttünk a hatodik helyre, az nem rossz szerintem, így amit tudtunk, tehát egy konferencia ligánk az lesz a következő szezonban, lemaradtunk sajnos ezért a top 4-ről, nem jött össze a célunk, de nem nagy probléma. Kopa Itáliát az Inter nyerte sajnos, nem sikerült itt valami harciaskodnunk, City nyerte a Superkupát, és az Arsenal helyett az Atletico Madrid nyerte a bajnokok ligáját, itt olasz csapat a Milan jutott el, meg az Inter is az elői döntőbe, de nem sikerült tovább jutni egyiknek se, Liverpool nyert az Európa Ligát, konferencia ligát pedig az Aston Villa. Hát ez a szezon így ennyi, nézzük meg azért, hogy ki esett ki, azt is, mert azt is szeretitek mindig, hogyha megmutatom, Lecce, Frozione és a Cagliari csapata esett ki, és még megnézzük azt is nagyon gyorsan, hogy ki hány gólt eresztett, és esetleg ki mennyit fejlődött legtöbbet a pályán, Bastoni volt, Chiesa, Rabiao, Kostić, Vlaovic, nem mondom tovább, legtöbb gól, 22. Dusán Vlaovic, az nem rossz, 3 fejlődött, és Kostić is hozzájárult azért 15 gól 5 assziszttal, és Alexander Arnold lett az assziszt királyunk, kiézával holt versenyben. Nézzük meg azért, Vlaovic fejlődött 3-at, Vinter is fejlődött 3 jó, Száulé is 3-at sikerült, itt ezek kölcsönadások. Jó, Locatelli 3. A Locatelli az nagyon jól fejlődött. Ahogy Baston is 3-at fejlődött. Fagioli szintén 3-at. Udogi 3-at. Megkeni 2 ez a... Ő is 3-at, nem mondom ki. Inning Junior eddig a rekordtartó 4 elő nagyon kemény lesz. Azért adtuk kölcsönbe. Miretti is 3-at fejlődött. Megérte kölcsönadni. Ennyi 3-4-ek azok így stabil a kín is fejlődött most a 81-esre, diáló is hamarosan 8, de nagyon-nagyon jó fejlődnek. Sesnyi is tudott még kettőt fejlődni, de most már szerintem még nem kezd előfele fejlődni, tehát akkor még ő maradhat is igazából. Következő szezon még biztos Sesnyivel nyomjuk, mert máshova szeretnék igazolni. Na de jöjjön a második szezonunk, ettől már csak jobb lehet megérkezett hozzánk az olasz szupersztár középpályás Bareja személyében. rábió picit magas volt a fizetése, már 29 éves, két éve legalább fiatalabb a Barea, és olasz, ugye egy olasz klubba, ez nagyon jó áll szerintem. Szóval le megvettük őt, 60 millió plusz Adrien játékjogát adtuk a Liverpoolnak és visszahoztuk Olaszországba Nikolau báráját. Szerintem egy nagyon jó üzlet volt a gép szerint is, szóval brutál középpályánk lesz. Na gyerekek, itt vagyunk az átigazolási szezon végén, bár van 225 millió eurónk, Jude Bellingham nem sikerült leigazolni, mert akkor még nem volt annyink, szóval hogy télen fogjuk valószínűleg leigazolni. Nézzük a top igazolásokat, igazából ahol mi vagyunk az elsők, Bahreya 60 millió plusz Rabia, tehát nem nagyon voltak hatalmas átigazolások, még itt Zsáó Félix 78-szal és Robertson 73-mal, időrendi sorrendben pedig, eladások, kölcsönadások, eladás az rengeteg volt, igazából kölcsönadás is volt rengeteg, és egyetlen igazolásunk ugye Bahreya történt, és itt még McKennie elment a newcastle 33 millió euróért, tehát nem volt túl mozgalmas ez a nyár, Viszont fölállást változtattunk, egyelőre szólei fog itt élvezni egy kis játék lehetőséget és az majd fog változni itt a jövőben. Ez a pozíció, egyelőre ez így fog kinézni valahogyan, de télen hozzuk Bellingemet ami lehet, szóval jöjjön a tél. Itt is van legnagyobb sztár igazolásunk, Jude Bellingemmel indítjuk a telet. 200 és fél millió euróért lett a miénk, brutális mennyiségű pénz egyben kiadni egy játékosért, tudom, de brutál, nagyon kell oda, amúgy is jól esít eddig a csapat, de viszont ezzel az igazolással szerintem ilyen lesz, és hosszú távon is egy jó befektetés a Belingem szóval jöjjön az átigazolási szezonnak a végé, legalábbis a télinek, mert ugye abba vagyunk már. Itt is vagyunk télen gyerekek, nézzük akkor meg a tabellát igazából, vagy nézzük meg esetleg történtek-e valami nagy átigazolás. Ugye Bellingham nyilván, meg azért beindultak, a Barca most kiárusítást tartott, ugye Pedrit meg is eladta. Szóval itt három nagy igazolás is elment a La Ligából, úgymond három nagy név ment el a La Ligából, nagyon sok millió euró, majdnem 500 millió euró Opa, értékben, bocsánat. Oké, okay, nálunk más nem történt, szóval nézzük a tabellát, amit ö, Zsinórba vezetünk nagyon szépen, a Nápolyal szinte egyetemben hasonló statisztikákkal, de picit jobb gólkülönbséggel, azért jobb-jobb-jobb gólkülönbséggel, tehát valószínű megvan a top 4 innentől kezdve, és még a Coppa Itáliában is versenyben vagyunk a Roma ellen, és nem konferencia ligánk van, azt azt nagyon rosszul mondtam, hanem Európa ligánk, amiben itt vannak a csoportok igazából, ha valaki ezt meg akarja nézni. Innen jutottunk mi tovább, ugye csoport elsőként, ahol pedig, ez még a mm, eliminéli round, oké. Okay. Jó, akkor még nem tudjuk, kit de ezt nem mutatom nektek, csak a szezon végét, szóval jöjjön a szezon vége. Na itt vagyunk a szezon a végén, és 90 ponttal, 9 ponttal megelőzve a Milán zártuk a szériát, nagyon jól csináltuk, amit csináltunk. Coppa Itáliát is beúsztuk 3-0-ra, innen indultunk, innen mentünk, a Nápoly ellen. Elárulom a liverpool a Superkupát, a Banyukok Ligát, a Monaco, hát a Milán ütötte ki a Monaco, a Barszát ütötte ki, a Brüst, meg csoportjából egyébként második helyét ott tovább tehát váó ez érdekes volt szóval ja és nem mi nyertük sajnos az Európa Ligát itt kiestünk egészen hamar Trabzon Sport pedig a konferencia ligát nyerte meg itt pedig a Verona a Kommo és az Empoli estek ki a séria A küzdelmeiből szóval a következő szezon bajnokok ligája nézzük meg a csapatot egyébként hogy milyen eredményekkel sikerült zárni ezt a szezont, legtöbbet a pályán sesnyi se volt, aki már kezd visszafejlődni, kiéze, tehát egy kapust lehet fogunk venni, 39 kor Dusan Vlaovic, kiéze 27, Barreja 23, Kostis már csak 12, Bellingem 4, az nem sok mondjuk, Barreja 13 asziszta járult hozzá, és a legtöbbet egyébként Bellingham éri, utána Vlaovic, Bastoni, kiéza, és Barreja követik, Őt, szóval igen itt a fejlődéseket is meg tudjuk nézni Bastoni 2, Vlaovic kettő Bellingham is 2, Kéza 3. voltak itt még kettő, volt három is ö, vegyesek a fejlődések, voltak itt lemeg felfejlődések és hát igen a sesnyét talán le fogjuk cserélni szóval jött a harmadik szezonunk ahol már bajnokok ligája is lesz erre a szezonra valami brutál kevés mennyiségű pénzt kaptunk 72 milliót Ebből nem tudom, kit fogunk lecsenni, lehet Kosticsot és akkor sesnyit még hagyjuk egy szezonra, meglátom még, nem tudom, de ez nem sok pénz, nem nagyon van, kit eladunk sem, mert kell mindenki. Na no, az egyetlen igazolásunk, azt hiszem, nem is igazoltunk most, igen, igen. Csak a Nico Williams fog érkezni hozzánk, csak, igen. 110 millióért az Atletico klubból, még nem vette meg senki, szóval mi leszünk azok, szerintem egy brutál tehetséges játékos, és remélem, hogy a valóságban Barcelona csapatát fogja választani majd, karrierje csúcspontja lesz, ugye eladtuk innen Kosticsot, szerintem kellett egy fiatalítás arra részre, és szerintem ilyen az átigazolási szezon vége van pénzünk, de én még sesnyébe bízok. Na nézzük, mi történt ezen a nyáron. Top igazolásokban megint benne vagyunk. Nico williams 110 millióért. És a műntje megvette Álvarez a Cityből 105 millió, meg Davis az Interhez 502 millióért. Kökcsi meg a Spurs höz a Benficától több mint 100 millióért. Nézzük meg időrendi sorrendben. Voltak itt eladások, Kostic elment 65 millióért a Fiorentinába. Zsorga a Lanzhoz, 19 millióért, Vea a Brightos 17 ért Fagiolit is eladtuk az Atletico klubnak, 62 félért, de viszont megvettük tőlük Nico williams -e 110 ért tehát ezek történtek, történtek itt mozgások, az Atletico klubban pedig eléggé jóban leszünk, ha ilyen jó kis átigazolásokat csinálunk. Nem kellett már ennyi tag, meg kellett a kicsi pénz is, és akkor ezt így megoldottuk. Na de jön a tél, és idén már bajnokok ligája, szóval reméljük ki tudunk kvalifikálni itt is vagyunk, télen nézzük meg, hogy mibe hol állunk, vezetjük ismét el, most a kettő ponttal az Inter előtt a szériát, az EA Sports FC Superkupát, az érdekes, nem tudom micsoda ez pontosan, ezt megnyertük a Napoli ellen, szóval jó, Kopa Itáliában ben vagyunk az elődöntőben, nagy csapatok már nem igazán vannak, a Milán, meg a Napoli, meg az Interen kívül, és a Bajnokok Liga, a Superkupát a United nyerte, és a Bajnokok Ligáját azt pedig nézzük meg, hogy hogy teljesítettük. A München United, Liverpool, Juventus pont egyenlőséggel, sajna a, egymás elleniket figyelembe véve a Liverpool ment első helyen tovább, a Real, Leverkusen, Dortmund, Benfica, Milan, Barça, Arsenal, Marseille, City Sporting, PSG, Betis, hát nem tudom mindenkit, kaptunk Real Madridot, hát ettől féltem. Ettől féltem, Liverpool kit kapott, Betis, hát igen, ennyi ez múlott. Ezen a kis dolgon, mindegy, hát te meglátjuk, mire jutunk ellenük, jöjjön akkor a Real elleni első mérkőzésünk. Itt is vagyunk a Real ellen, nézzük, kiket vettek. Darwin Núñez, Vinicius Juniorra alkotja a támadó duót, Bruno Fernandest vették, még Stones-t vették, meg arnaut vették, meg egy picit átalakult a reális. Azért Rodrigo már valahol máshol játszik, ahogy Beningem is az ő nálunk, ugyebár. Nálunk fullos a keret, szóval uh, hazai pályán uh, kell megmérkőznünk a fiúkkal, és egy-kettőre kapunk ki. Bellingem lőttek, Goltot pedig Bruno és Chuá szóval. Idegenben, a Bernabeu-ban kellene valahogy győznünk. Itt is vagyunk a visszavágóba, 2-1-ről kellene valahogy fordítanunk, nem lehetetlen. De sajnos nem sikerült, bár gólt nem kaptunk, viszont 2-1-el így tovább megy a Real Madrid csapata. Nézzük meg kik mennek mellette még tovább, mi már nem fogunk, az szinte biztos. Talán Barca, BSG az biztos, Dortmund az is 100%-osan biztos. Ö, nagy nehezen, de a München tovább itt a Marseille-en a City, a Liverpool és talán a United, nem talán, hanem a United, a Milan, bocsássatok meg, picit el vagyok tévedve, hát nekünk itt a vége, jött a szezon vége, el is jött a szezon vége, megnyertük egy ponttal bár azért az Inter előtt, de megnyertük a szériát, ezt az EA Sport Superkupa, nem tudom mit, ezt is megnyertük. Megnyertük még a Coppa Itáliát is, tehát triplázni már tripláztunk. Úgy mond a Superkupa a united délet. A PSG nyerte a bajnokok ligáját, kiejtett a Reált is többek között, a PSG Porto lett az Európa Liga győztese, és a konferencia liga pedig az atalanta -e, tehát olasz csapat is sikerült valamit begyűjtsen ebbe a szezonban. Legtöbb gólal Dusan Vlahovicsi rendelkezik, 39, majdnem meg lett a 40 gól 50 meccsen, az brutál jó. És végre Bellingham is feljött a szintre, 23 gólt szerzett, Kieza 17-et, Baréja 16-ot, Nico Williams pici taló teljesített, öm, ő csak 9 szerzett. A legtöbb assziszt Kieza és Arnold nevéhez kötődnek, a legtöbbet pedig nézzük meg kér, bocsánat, nem a fizetés, hanem igen, Bellingen még mindig a legdrágább, de Vlávóics is ott van, Bastoli, Kieza és Barella pedig őket követik. Szóval jött a következő szezonunk, gyerekek, van mit fejlődni de nem rossz a tím, én szerintem Locatelli az biztosan el fog távozni a klubtól, legalábbis csere, és ugye sesnyi helyére kell egy kapus, tehát ez lesz a kettő fix igazolásunk a kövi szezonra. Gyerekek, történt egy kis baki, a mikrofonom fennmaradt, én nem húztam le magam, most, tehát lehet a hang az valami lett, az előző pár percben igazából erre a szezonra, megmondom mi történt, mert lehet az nem lesz benne a videóban. Donorumát leigazoltuk, de ezt meg is tudom, nem, nem tudom megmutatni. 107 millióért igazoltuk le, a kasszában most van 22 millió kupákat nyertünk, meg ilyesmi, és csak őt vettük, hiszen Sesnyi elment a sport, nem, tartani a az igen, szóval Donnarumma jött egyébként, senki más nem jött, többiek itt vannak, eladni nem adtunk el, tehát nem történt semmi, szinte nem lesz benne a videóban, mert a mikrofon ott volt fent egészen az állványon, most tűnt fel, hogy amúgy valami hiányzik a fejem mellől, bocsika innen is, de amúgy a Dortmundot kaptuk, tovább jutottunk a csoportból, azt megmutatom nektek, hogy ott mi történt. Ugye volt egy City, Barca, Juve, Leverkusen, Párizs, Sevilla, Inter, Benfica, Real, Dortmund, Spurs, Napoli, Arsenal, Frankfurt, Liverpool, Porto csoport, és mi egy brutál gyenge csoportba jutottunk tovább veretlenül ezt a szót kerestem, 18 pont, a hibátlan 20 lőtt gól, 3 kapott gól arányban, és egy Dortmundot kaptuk, jön az első mérkőzés, meg jókor vettem észre, hogy nem volt benyomva a mikrofon, szóval akkor jöjjön is a Dortmund elleni mérkőzésünk, ahol Zirk lett leigazó, Lino lett, uh, Palinja, Bach, uh, Sutálau és Robertsont is megvették, tehát változott azért az évek alatt a Dortmund kerete, viszont nekünk itt van ez a brutál keret, ahol talán a 87-es Locatelli laug egy picit ki a sorból, de szerintem ő is egy nagyon jó minőségű játékos. A Dortmund stadionjából érkezünk, egy háromra be is húztuk, Barella, Bellingham és Kiezák golyaival egyértelműen uraltuk a mérkőzés, illetve a visszavágó valószínű innen már megvan a nyolcad döntő. Jött is a visszavágó hazai pályán 3-1-ről kellene, hogy valahogy tovább mennünk. Nézzük is meg, szerintem meg kell, hogy legyen 0-0 az érgzék kiadott egy 11-est, így pedig mi jutottunk tovább, és nézzük meg ki lehet a potenciális ellenfelünk. Eddig egy Arzenál 3 egy valószínű, hogy már tovább jut liverpool Benfica ott még lehetne meglepetés, de valószínűleg Liverpool tovább fog jutni hazai pályán. Öhm, Madrid nagy nehezen, de tovább jutott igazából, 5-3 összesítésben, City egyelőre még 2-1-es összesítéssel áll, vagyis elejző meccsel áll, a Barca Spurs nyitott, Inter Leverkusen Internek áll 2-1-re, és a Napoli vezet 3-2-re, <kül> a PSG nem viszont hazai pályán lesz, a PSG innen, hát gyerekek, itt kapnék úgy szívesen, Reált nem City-t, nem Spurs azt igen, ha ő menne tovább, a Nápolyt igen, ha ő menne tovább, de mindjárt meglátjuk, itt kapunk, valószínű hogy City lesz az. Itt is hajunk a Premier League-es csapatot teljesen jól megéreztük, viszont az arzenáliak lesznek, akik egy dibalával erősítettek, egy Kim Min el meg egy Haki Mivel, ha jól látom, így fognak felállni, tehát erősödött a keret, egy picit átváltozott. Üm, igazából nézzük meg akkor mire megyünk ellenük, hazai pályán kezdünk, nem biztos, hogy szerencsés, de nézzük meg. 0-0 Saka kiadott egy büntetőt, de bőven fölényben játszottunk hét lövésből, sajna nekünk nem született gól, de a Saka kiadott büntetője az nagyon jó, mert így 0-0 a találkozó, hogy mehetünk idegenben harcolni. Itt is vagyunk 0-0-ról az Arzenás stadionjából, fogunk megmérkőzni velük. Nézzük meg, győzön a jobbik, és az mi leszünk! Ránk a golyával, vlávo is büntetőt hagyott ki, kettő büntető is volt a két találkozó során, mind a kettő kimaradt, viszont kiéza, megszerezte a gólt, és tovább jutunk az Arzenálon is, Örül, örülök igazából, van egy Inter Liverpoolunk eddig 2-1 az Inter javára, Real Sevilla 2-0, a Real javára mi egy 0 mentünk tovább, a Napoli a Spursen egyelőre, innen a reált nem akarom kapni, de a többiek szerintem teljesen jó ellenfelek lehetnének. Na de nézzük, itt kapunk, remék nem a reált. Itt is folyunk a Nápoly lett az ellenfelünk, hála Istennek nem a Real Madrid, akik egy NMHA, egy Shield egy Dallow, egy Tá, egy Varán, egy Tienri és egy Meretet is igazoltak, vagy ez náluk volt? Nem náluk volt a Meret talán, de hátul az egy full kicserélt Nápoly egy full kicserélt Nápoly, ez nagyon megváltozott ez a nápolyi csapat. Öm, hazai pályán kezdünk megint, nézzük meg mire leszünk képesek. Egy-egy-egy Locatelli, eléggé az utolsó percekben születtek a golok, nyitott maradt a találkozó, illetve a visszavágó. Picit 10 hiszen ez a meccs dönti el, kiút a döntői szerintem a Real mellett, nézzük Vic Simmel. meg vagyunk, gyerekek, ott vagyunk. Ossimen és Kélia a kettő legnagyobb nápoi duó hagyja ki a 11-es, nézzük nálunk mi történt, Vlaovic szerzett találatot, de Zánoli egyenlített, hosszabbításban nem született gól, Utána kezdődött Vlaovic Oszimen kimaradt, Bárelyá belukta, Kvárás kérje kihagyta, Szóulé Cserekény Bárát kihagyta, ott pedig berukta már mindenki, de nálunk is. Ben vagyunk a döntőben, szerintem rá ellen, de egy Liverpoolnak jobban örülnék, ellenük nem sűrűen döntőzünk. Egy te vagyok tévedve. Jó, ja, hogy az inter tovább, aha, és eddig ő áll tovább jutásra. és akkor lehet egy jó olasz házi döntő lesz, és úgy állunk a tabellán is, hogy egymást követjük, most én vagyok pont előrébb a jóvéval, de akkor jött döntő, gyerekek. Nagy gyerekek, itt is vagyunk, az intert kaptuk ellenfelül, nézzünk rá a keretre, egy picit tényleg Locatelli a leggyengébbünk, de alap, 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 Juventusos, mindenki tud játszani, hála a jó Istennek, senki nem fog kimaradni, legendárin fogjuk játszani, azt ott lehet majd látni, mert az előzőt a Tatanem ellen, vagy nem Azt azt World class játszottuk a döntőt, és 10-1 lehet, hát az, az egy, az egy kicsit sok, egy picit uh, szenvedjünk meg, ott is van a bajnokok ligája. Upa, festik át egy kicsit a füvet, és érkezik mindenki a városban, nem tudom hol játszuk. Amúgy, de majd ki fog derülni szerintem. Jó, hogy ezek csúnya, csúnya képek. Boniface betalált az internet nem akarjuk mi azt látni. Itt van a gyönyörű szép bajnokok ligája kupa. Nati a highlights látjátok, és a sárke stadionjában fogunk játszani, ami egy gyönyörű stadion. Győzön a Jobbik Olaf csapat. Két klasszis csatára áll ki a mai nap az Inter csapata. Viszont nálunk is vannak klasszis nevek, még az a Bellingham személyében. Bellingham nyargalat, Bellingham lövi! Diego Costa, nagy védés. 6. percben miénk az első nagyobb helyzet, kidolgozása. Mikrolagokért még egyszer elnézést, köszönjük az EA-nek, hogy nagyon jól van optimalizálva Windows rendszerre a játék. Frank Isa távoli Diego Costa ezt sem nyalta be Diego Costa, de azért megkaustolta ezt a lövést, és egyelőre a Juve kezd kvarciasabban. Gavi, nagyon nagy, nagyon, nagy nevek vannak az Intelnél. Lautaro, Gavi, Dumfries, ez egy nagyon jó hármas egyébként, ezt megnézem így a valóságban is. Többek között Lautaro keresi, nem Lautaro, ott keresik üresen Boniface, és kiadja Donnarumma. Gavi a 11-es vonal helyett a szöglet Zázlóz sétál. Ez egy kicsiben lejátszott szöglet Di Marco. az egy kéz, de előny szabály, mert kim volt Szergely, Alexander Arnold és visszafújjuk. Szabadrugás, az első szabadrugás az Inter Milan csapatáé. Veszélyes szöglet, valószínű onnan beadás fog következni, szóval védekezzünk szépen okosan. Jön a beadás Donnarumma kezeibe, aki már indítja is. Locatelli tovább, Barea, Picit üres maradt a szél, Lautaro Martinez felé. Martinez kisodra egy picit. Martinez beadás, az még jó, Szergej még le is tudja venni. Boniface-nek készíti elő, és semmi. Nincs 11-es. Ezt azért majd vissza érdemes nézni, vagy lelassítani. Eléggé érdekes szituáció volt, szédó. Szergely még le is tudja venni. Boniface-le készíti elő lövés. Semmi. Is becselezi magát középre. Az már lövési távolság lehet. Bellingham kapja meg és mellé. Úristen, mit hagyott ki a Bellingham. Azt nézzétek, brutálisan mellé ment, és megint a mi harmadik számú mezvaraltunk, amúgy. Lesz majd a következőben, ha lesz még ilyen rebuild már javítjuk, hogy főleg így, hogy most a fehér-fekete, ez az pont jól lenne, na mindegy. Üdögi, vissza Williamsnek, Bellingham, Vlaovic, és meglátja Barea-t, Barea, Baréja, fél idő utolsó perceiben, Barea és gól! az Internek előzői volt csapatának verej volt a Bajnokok Ligája döntőjében. Egy nagyon fontos mérkőzésen iba volt őt eladni egyértelműen. Ezt akarta jelezni. Hát ha ellen lehetett volna fogadni egy volt azért én nem pont rá gondoltam. Én ki éjzált, azért megpakoltam volna. Volt is lehetősége, de bár a jár. Egy pár 15 16 méterről. Bomba gól, és vezet a Juventus a fél idő előtt, így izgalmasabb azért. Mert legalább nem 10 óra vezetünk már a félidőbe, hanem egy szűk 1 óra, bár jobban játszunk szerintem, de meglátjuk. Itt is vagyunk a második félidőben, az internet össze kellene szedje magát. Egyelőre ott sem történt valószínű változtatás. Ha igen, akkor bocsánat, Dimárko, most megkezdjük a másik szélnél is a támadást. Udogi, középen Vlahovics vele. Nagyon szépen keresi Belingemet, Belingem Gól! Gól 0-2! nagyon jól találta meg. Pont időben, pont üresen, minden egy ember elmegy nyaralni, szerintem már le is vetkőztek, szerintem már készen álltak homokos tengerpartra. Nem tudom, miből számolták ezt ki, hogy ott a Bellingham nem fog felfutni, Vlaovic pont észrevette, és nagyon jó volt a passz, bár Costa majdnem elérte a labdát, de mégsem, majdnem. Majdnem kutyából nem lesz szalonna, ahogy mondani szokás. 0-2 és ezek. Őket találjuk, Arnold, rossz a labda. Lautaro megtalálja Gavit, viszont ez Donnarumai. Gavi lányos zavarában elfelejtette a lövési gomb kombinációt megnyomni. Vlahovic pedig tör a kapu felé, Vlahovic viszekkel szemben, simán ott hagyja álló helyben, és Vlahović is gólt szerez. Dusan Vlahovics, 0-3. Hova tegyük? Hova tegyük? ultimate -re. Di Marco, De Az Inter egyelőre még nem változtatott taktikát, Max, ez, most a másik szélt próbálják megint az eredeti oldalt, a Gavi uh, Lautaro, vagyis hát itt Boniface-on most lehet, hogy megcserélődtek, és mekkora Lautaro, gól szép itt az Inter! Ahogy bejöttek a cserék, egy picit aláhagyott a lankadás, és picit elfelejtettük azt, hogy Lautaro azért egy eléggé gólerős játékos. Nézzük vissza ezt az akciót szerintem. Boniface jól lekészíti, és ö, hihetetlen, hogy az ott befért. Ez viszont nagy kapushiba szerintem, ez védhető lett volna. Nem volt az olyan közel sem, és a rövidben, nagyon rövidet fogta Donnarumma, mégis bement mellette. Igen, ez Donnarumma azért elő szokott fordulni a valóságban is. Egyébként bármennyire is jó kapus, Inning Junior, házi tehetségünk, angol tehetségünk, Inning Junior viszont kapura tör, és mellé. Ez volt a fiatal Illingnek talán a legnagyobb lehetősége, hogy bemutatkozzon. Á, szomorú, hogy az mellé szállt. Marad az 1-3. Inning Junior, mekkora szerelésen? milyen védőket fedezünk itt fel, itt a csatásorból, gyerekek, hát lehet védők kellene, hogy legyenek, bár oda is meg vagyunk, szóval ott sem sok lehetőségük lenne labdaszerzés, egészen közel a védelmi vonalhoz, Boniface, Lautaro oh, ismét gól. 3-2, még nem futott le a mérkőzés. Megint egy vízilabda mérkőzésen vettünk részt, és ismét Donnarumma rövid rekap egy gólt. Nagyon csúnya volt az a labdavesztés, Miretti vagy ki volt, nem tudom. És megint a rövidre kapja be a gólt, de ez azért ez egy nehezebben volt védhető szerintem mint az előző. 3-2-ről folytatjuk. Lautaro érteti az Inter szurkolókat. Illetve kezdve valószínűleg már nem lesz több kapu, a lövésük legalábbis próbálunk róla gondoskodni. Gavi, jó a passz, Boniface, Boniface! Donnarumma végre fogta rövidet. Badás, még a kapus is fel van remélem, hogy nem ebből lesz gól, közben egy csere is történt. Brémel elfejeli ki, marad a Dunfrizé. Szergej Milinkovic, Savic, Donnarumma, nagyon nagy védés. Na azt a bikázzuk ki, azt ki, és meg vagyunk 3-2-re. Húztuk a bajnokok ligáját öntőjét, nem lett az izgalmatlan azért itt a vége. Ahogy jöttek a cserék, azért megmondom elfáradt a csapat, vagy nem volt már az taktika. De azért jó volt ez a vérkezés. lebodom, hogy veszélytelen volt a címük. De azt találom, hogy az másik fél évben egy új intert kaptunk ki a pályára És ha ez végig így játszottak volna, akkor talán Hosszabbítása ment volna a mérkőzés Nem rúgtunk volna hármat, hanem csak kettőt És kaptunk volna kettőt Mellé ünneplésbe tör ki a Juventus Itt Németországban a Sájáke stadionjából Jön is átvenni a kupát Nem is tudom ki a csapatkapitány, talán Locatelli A minden igaz ő kellene, hogy legyen a csapatkapitány itt is a kupa fehér-fekete színekben pompázik, az a zebrák. Bremer, bocsánat, teljesen megérdemeljük. Egyébként most már 31-et karcolgatja lassan, a mm, brazil védő magasba emelheti a trófeát. 3-2-1, és ott is van a bajnokok ligája győzelem a Juventusnak. Sikerült az újjáépítés, én nagyon örülök neki, és majd meglátjuk, mik sikerültek még, még azt hiszem, hogy tudtunk triplázni, de majd meglátjuk a partibuszt, hogy mi lesz rajta igazából. Itt is van a serleg, azért nagyon jó az a Juventus. Lehet még piszkálni hozzájuk. Volt költségvetés, és nem volt ez egy brutál építés, újjáépítés. Nem tudom hány szezon alatt sikerült, de nem olyan rengeteg sok. Öm, jó volt, jó volt ez a csapat, szóval én, én ezzel meg vagyok őszintén, megmondom elégedve. Új achievementet értünk el, European Legend, Legend. Nézzük meg, mit jártunk be. Ugye kiütöttük a Dortmundot 0-1-re, kiütöttük az Arzenát 0-1-re, vagy nem, 3-1-re ütöttük ki, bocsánat, a Dortmundot, Arzenát 0-1-re, Nápolyt kiütöttük penáltikkal 4-2-re, 2-2-ről, és az Intert kaptuk utoljára, akit 3-2-vel búcsúztattunk a Bajnokok Ligája döntőjében. Jöjjön a szezon vége, nézzük meg ki, hogyan teljesített. Azt hittétek, mi előtte jön a partibusz, nézzük meg akkor hány kupa lesz rajta. Ott kettőt látok, az egy ö, olasz szuperkupa, meg egy bajnokok ligája kupa, vagy az a szériá kupa, akkor ez a szuperkupának így nincs effektív kupája megcsinálva. Mindegy, nem az a lényeg, ha megnézzük, hogy pontosan mi lett akkor, így a vége a bajnokságnak. Lehet nem is mi nyertük a szériát, az lehet az az olasz szuperkupa. Hát csináltjátok a fényképeket, örülhet mindenki, zene, minden van, amíg csak kell. Van mit ünnepelni szerintem. Mi vagyunk a győztesek, a bálnokok ligája győztesek. Na de tényleg pörgessünk el a szezon végéig, vagyis hát nem kell igazából, mert teljesen jók vagyunk itt. Nézzük akkor meg. Igen, megnyertük, 94 ponttal nyertük meg az Inter előtt a séria át. Nézzük meg kik este ki, mert ez szokott titeket érdekelni. A Verona, a Kágliár és a Specia estek ki a küzdelmekből. Megnyertük ezt az IFC Superkupát, de valószínűleg ennek nincs így megcsinálva de én ezt is egy kupának számítom, a Nápoly ellen, Kupa Itália az a Milán élet. nyári kupát is megnyertük, a PSG szuperkupa, és a bajnokok ligáját is behúztuk, tehát szerintem tripláztunk ebbe a szezonba, nézzünk rá a csapatra, nagyon jó lett a keret, nagyon jól összeválogatok, nézzük meg ki a legdrágább, Bellingham 208 millióval, és Frank Jéza követi 93-as atya úristen. Nézzük meg a statisztikákat. Legtöbbet a pályán Donnarumma volt, és Arnold utána meg Bastoni. Legtöbb gól, 34 Bellingham ontotta magából a gólokat 48 meccsen. Dusan Vlaovic azért lemaradt, 27 gól, 4 assist, Bellingham több assist, több gól, egyel több meccsen, de nem baj, Frank Jéza is egészen ügyes volt, 12 gól, 10 aszisztban vett részt, viszont Bastoni szerezte a legtöbb aszisztot, egy belső védő, az interes belső védő, 12 asziszttal és egy góllal, Kéza pedig 12 gól, 10 asziszttal, Kéza kettőt fejlődött, Williams kettőt, Bellingham kettőt, nézzük, azért át kifejlődött talán a legtöbbet, pedig kettő Miretti is, azt szerintem ezek a kettők, igen, a kettők a legtöbbek, de ez is brutális mennyiség és tényleg rengeteg 90 és a feletti játékosunk van, Locatelli egyedül, aki a leggyengébb láncem, azért Bremer is még 30 éves, bocsánat, még van benne fejlődés, meg Udogiba is, um, tehát Locatelli, meg ő a leggyengébbünk, de szerintem nagyon jó vezéregyénisége volt ennek a csapatnak, hát um, én köszönöm nektek mindent, hogy itt voltatok, szerintem mindent megmutattam, amit kellett, így lehet újraépíteni a Juventus-t, ha szeretnétek még látni ilyen videókat, akkor komment szekcióban, egy algoritmus segítő kommentel, nyugodtan írjátok meg, hogy kit szeretnétek látni. Én egy német csapatra gondoltam a következő videóra, ami vagy a Lipse, vagy a Dortmund lesz, de lehet a Dortmund lesz, de még nem akok spoilerezni, bár már lesz spoilereztem, de mindegy. Kövő videóban találkozunk, köszi a figyelmet, addig is pacsinektek, sziasztok!